Good morning, good afternoon, everyone. It's my pleasure to welcome you to the first GS1 Healthcare Webinar Series of 2023. We would like to thank you for your interest, and we hope that you will be able to take away some learnings from today's case study, support of hospital processes with UDI and GS1 standards, a conversation with the Hungarian Institute of Cardiology. With the implementation of the recent UDI regulations around the world, few hospitals have put in place mechanisms to incorporate the medical devices identification information and make use of it for the benefit of patients. Today, we will have the opportunity to learn about one of them. As you probably know, the purpose of this webinar series is to showcase the best case studies on the use of standards in hospitals around the world, and to facilitate dialogue with the speakers. We do not want the language barrier to be an obstacle to make this experience known. So for this reason, I would like to inform you that today's presentation will be narrated in Hungarian, but slides are in English and English captions will be added automatically to ensure the best possible experience. During the Q&A session, questions may be asked in English or in Hungarian, and live translation will be kindly provided by our colleague Christine from GS1 Hungary. I encourage you to stay connected and not to miss the opportunity to interact with our guest speaker, István Nagy, IT Director of the Hungarian Institute of Cardiology. Before starting the presentation, I would like to give the floor briefly to my colleague from GS1 Hungary, Christine. Thank you, Monica. Mi is szeretnénk mindenkit nagy szeretettel üdvözölni, és nagyon örülünk, hogy ilyen szép számban megjelentek Nagy Istvánnak az előadására. Reméljük, hogy hasznosnak fogják vélni. Néhány rövid információt szeretnék elmondani minden kedves magyar hallgatónak. Egy rövid bevezetőt követően elhangzik a Istvánnak a magyar nyelvű előadása, amely angol nyelven lesz feliratozva. A kérdéseket a chatboxba lehet feltenni, és az előadást követően megválaszoljuk mind az angol, mind a magyar nyelvű kérdéseket mindkét nyelven. Reméljük, hogy hasznosnak fogják megítélni az előadást, és kérjük, hogy minél több kérdést tegyenek fel. Köszönjük. So it's my pleasure to welcome István, and István, the floor is yours. Üdvözlök mindenkit, Nagy István vagyok, a Gottszégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet informatikai vezetője. A következő pár percben egy GS1 szabványokon alapuló projekt megvalósulását szeretném bemutatni önöknek. Bízom benne, hogy az előadás végére egyértelművé válik, hogy a bevezetett rendszer hogyan támogatja a kórházi folyamatokat. Először is szeretném önöknek Magyarországot elhelyezni a térképen. Magyarország Európa közepén található, területe 93.000 négyzetkilométer, lakosainak a száma 10 millió. 2004 óta az ország tagja az Európai Uniónak, a GDP 4,9%-a fordítódik az egészségügyi szektor kiadásaira. Az országban 169 kórház található, ezek közül 94 állami, és több mint 70.000 ágyon látjuk el az ország betegeit. A Gottszégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet Budapesten található, Budapest Magyarország fővárosa. Az intézet feladata mind a gyermek, mind a felnőtt lakosság esetében a szív- és érrendszeri betegségek teljes spektrumának komplex kivizsgálása és gyógyítása. Kiemelt feladatunk a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzése, valamint a kardiológiai megbetegedések monitorozása. Az intézet 292 ágyon és 28 szakambulancián látja el a feladatát. Átlagosan évente 9000 fekvőbeteg és több mint 90 000 járóbeteget szolgál ki.
Az intézetben elvégzett diagnosztikus beavatkozások és szívműtétek során nagyon drága és speciális eszközöket használunk. Az eszközök megválasztásánál törekszünk a jó minőség és a modern technológia alkalmazására, ezért igen nagy raktári készletre van szükség. Az optimális raktárkészlet biztosítása érdekében legcélra vezetőbbnek találtunk egy úgynevezett konszignációs raktár kialakítását, ahol az állandó raktárkészlet biztosítható, oly módon, hogy a felhasználás ütemében szinte azonnal megtörténjen az elhasznált eszközök pótlása. Az intézetben már több mint 20 éve használunk vonalkódot. Abban az időben, mikor mi elkezdtük a vonalkódot használni, a gyártókat és a beszállítókat még nem tudtuk arra rávenni, hogy egységes vonalkódokat alkalmazzanak, ezért saját belső tervek szerint került vonalkód specifikálásra és legyártásra. Ilyet láthatunk a mellékelt képen. Ezeknek a vonalkódoknak a használata úgy történt, hogy műtéti anyagfelhasználási lapot nyomtattunk a klinikai rendszerből, ahol a felső részen találhatók a beteg, a páciens adatai, az alsó részen pedig a műtét közben kerültek elhelyezésre azok a vonalkódok, amelyek a műtét során beépítésre kerültek. Mint alul láthatjuk, a műtétet végző orvos és a anyagot rögzítő személy aláírásával igazolta, hogy ezek a felhasználások megtörténtek. A belső tervek szerint elkészült vonalkód kizárólag a termék azonosítására volt elégséges. A vonalkódolvasó segítségével kiválasztott termékekhez továbbra is a kiegészítő adatokat föl kellett vinni, mint például gyártási szám, lotszám, a gyártás dátuma, a lejárat dátuma és minden egyéb azonosító, ami a feldolgozáshoz szükséges volt. Ez a munkafolyamat, mint látható, még így is rengeteg hiba lehetőséget rejtett magában, és nem kevés időráfordítást igényelt. 6-8 éve megjelentek a termékeken az újfajta vonalkódok, mint utólag megtudtuk, ezek a GS1-es vonalkódok. Érdeklődtünk a forgalmazóknál, hogy épül fel ez a vonalkód, ám ők sem a vonalkód technikát nem ismerték, se a GS1 szabványt nem ismerték. Az egy- és kétdimenziós vonalkódok megjelenésekor az eddigi termékazonosítási rendszerünk használhatatlanná vált, ismét kézi adatbevitelre kellett átállnunk, ami nagyon nagy fejtörést okozott. Ezt követően úgy döntöttünk, hogy megismerkedünk a szabvánnyal és a vonalkód technikával. Megismertük a GS1 szabványt, megismertük a szabványban szereplő technikai paramétereket, megismertük a paraméterekhez kapcsoló adatbázisokat, a vonalkód felépítése mellett megismertük a gyűjtőcsomagolásoknak és a különféle kiszereléseknek a vonalkódolását, amely gyártónként eltért, változott. Megismerkedtünk az egységes eszközazonosítási rendszerrel, mely globális szinten harmonizált keretrendszert biztosít az orvostechnikai eszközök azonosításához. Az Európai Unióban 2017-ben megjelent rendeleteket megismertük, illetve megismerkedtünk az USA-ban élő joganyagokkal. Az uniós rendelet célja, hogy garantálja az orvostechnikai eszközök biztonságos használatát, mind a piaci forgalmazásra vonatkozó szabályok megerősítését, mind pedig a forgalmazott eszközök ellenőrzésének a szigorítását. Ezzel egy időben felvettük a szakmai kapcsolatot a GS1 Magyarország szakembereivel, és a Magyarországon szinte egyeduralkodóként elterjedt gazdasági rendszer fejlesztőjével annak érdekében, hogy tervezzük meg és fejlesszük le a szoftverbe a vonalkódoknak a használatát.
Ez egy komoly kihívás volt, mert a fejlesztés olyan módon kellett elvégezni, hogy a szoftvermódosítások és az új adatbeviteli képernyő ne zavarják a többi kórház eddig megszokott napi rutinját és munkamódszereit. Itt néhány képpel próbálom illusztrálni a raktárvezetőnek a munkáját, illetve látható a konszignációs raktár egy részének a kialakítása. Röviden foglaljuk össze a folyamatot. A beszállító beszállítja a konszignációs raktárba a tételeket, az esetlegesen fölöslegessé váló vagy hibásan kiszállított tételek itt vissza is tudja szállítani. Ezt követi egy raktári bevételezés, majd egy konszignációs kézi raktára történő kiadás. A műtét közben a kézi raktárból történik az anyagrögzítés, és egy automatikus bizonylatgenerálás kapcsán megtörténik a gazdasági rendszerbe való átküldés, a lejelentés elkészítése, illetve a felhasznált anyagok pótlására szükséges lehívás is automatikusan generálódik. Nézzük meg ezeket a folyamatokat egy kicsit részletesen. A bevételezés a konszignációs raktárba, ez a gazdasági rendszer készletmoduljában történik. A bizonylat elkészítéséhez szükséges megszokott adatok, tehát a szállítónév, szállítószám, bizonylat dátuma már követően megadásra kerül, beolvasásra, már nem is megadásra, hanem beolvasásra kerül a vonalkód. Ezt követően az adatmezőbe rögzítjük a bevételezendő mennyiséget, és ezt követően lezárásra kerülhet a bizonylat. A készletre vételezés hiba nélkül meg tudott történni. Az anyagkiadás a konszignációs raktárból a konszignációs kézi raktárba legalább ilyen egyszerű módon történik. A kiadási bizonylat megnyitását követően már csak az átadó és átvevő raktár nevét kell menüből kiválasztani. A kiadandó termék vonalkódjának beolvasását követően megadjuk a mennyiséget, és már is a kiadás megtörtént. A konszignációs raktárból történő anyagfelhasználás kétféleképpen működhet. Vannak az úgynevezett közvetlen felhasználású anyagok, amelyek azok az anyagok, amelyeket nem lehet egy-egy beteghez rögzíteni, ilyenek például a hűtőgáz, az oxigén, ezeket az osztályhoz, a felhasználó, megrendelő osztályhoz azonosítjuk. Itt is egy bizonylatot készítünk. A bizonylat készítésekor ezeknek a termékeknek megvan a vonalkódja, ezeket is vonalkód alapján rögzítjük, megadjuk a felhasznált mennyiséget, és a küldése kerül a gazdasági rendszerbe. A gazdasági rendszer két további bizonylatot generál, a számlázási rendszerben és a központi raktári nyilvántartó rendszerben is átkerülésre kerülnek ezek az adatok. Egy automatikus bizonylat is készül, ami arra szolgál, hogy az intézet költségkeretéből leíródjon a felhasznált anyagoknak az értéke. A másik, a mi szempontunkból most fontosabb történet, a beteghez történő anyagfelhasználás rögzítése. A gazdasági rendszer műtéti moduljában a beteg adatait ki kell választani, erről majd a későbbiekben beszélek, hogy ez hogy kerül a gazdasági rendszerben. Ezt követően a beavatkozás során felhasznált anyagok vonalkódját kell beolvasni, vonalkódolvasó segítségével, és meg kell adni a felhasznált mennyiséget. A berögzített adatok alapján készülnek el a bizonylatok, illetve szállítónkénti kimutatások, amely alapján a számlázás történik, illetve a raktárkészlet pótlása. Ezen a képernyőn látunk egy képernyőt, amint látjuk itt középen, egy kattintással beolvasásra kerülnek a cikk azonosítók, a cikkszám, a megnevezés, a lotszám, a sorozatszám.
Régen, az előző programban ez több képernyőn keresztül történt, itt viszont egyetlen egy kattintással ezek az adatok mind beolvasásra tudnak kerülni. Nézzük meg, hogy a műtéti dokumentáció készítő szoftverben hogy jelennek meg a vonalkódok. Az első képernyőn látunk egy keresést. A keresésnél látszódik, pirossal bekarikáztam, azok a, hogy már a keresésnél is föltűnnek a vonalkódnak azok a paraméterei, amelyek fontosak lehetnek. Illetve a következő képernyőn azt látjuk, hogy a műtéti leírás készítésekor már a teljes vonalkód beemelése kerül, és a műtét befejeztét követően a műtéti leírás megírásá után a felhasznált anyagok teljes vonalkódja a műtéti dokumentációra elhelyezhető. Vetettem ide egy összefoglaló ábrát, ahol az egész rendszer működését könnyebben meg tudjuk érteni. Középen látható a klinikai rendszer, amit nálunk az eMed Solution nevet viseli. Az I1-es nyíllal jeleztük azt, hogy a klinikai rendszerben feladásra kerül a műtéti megrendelés, azaz I1-es nyomvonalon áttöltődik a gazdasági rendszerbe, azért, hogy az anyagrögzítés során a betegadatokat már ne kelljen megadni, hanem menüből kiválasztható legyen. Ugyanez a megrendelés elmegy a műtéti leíró programba. A műtéti leírás során a műtéti leíró program az I2-es kapcsolaton keresztül bekérdez a gazdasági rendszerbe, és a lekérdezés alapján eldönti, hogy valóban rendelkezésre állnak-e ezek az anyagok a raktári készletben. A műtéti leíróban rögzítik a műtét szakmai adatait, az anyagfelhasználás adatait és a gyógyszer, a műtét közbeni gyógyszer felhasználás adatait. Mivel a szívműtétek általában sok vér használatával járnak, ezért van egy jobb oldalt látható az ábrán, egy transzfúziológiai adatok rögzítésére szolgáló szoftver, amely a Nemzeti Országos Vérellátó Szolgálattal közvetlenül tartja a kapcsolatot. Egy wifi hálózat kapcsán az ultrahang berendezések adatai továbbíthatók a PACS-ba, illetve az ágy melletti munkát segítendően a vitális paraméterek mérésére alkalmas berendezéseket vásároltunk, és ezek kommunikációjára is van szükség. Minden adat a HIS rendszerbe kerül, ez nagy mértékben elősegíti azt, hogy az ott lévő adatok bármilyen dokumentumra elhelyezhetők legyenek. És amikor minden elkészül, akkor egy nemzeti információs rendszerbe, az úgynevezett EST-be, az I6-os protokollon keresztül fölküldésre kerülnek az adatok. Ugye jeleztem, minden rögzítés az vonalkód olvasóval történik. Következő ábrán egy kicsit gyakorlatilag módon szeretném ugyanezt bemutatni. A szaggatott vonallal jelzett rész az egy házon belüli zárt hálózat, amelyben megtalálhatók azok a wifi működéshez szükséges eszközök, amelyek szükségesek az adattovábbításhoz, illetve ezen hálózaton belül találhatók azok a vitalitásmérő eszközök, nálunk Welch-Elin eszközök vannak, illetve azok a táblagépek, amelyekkel az ágy melletti munkát tudjuk támogatni, illetve azok a modalitások, ultrahangok például, amik szintén ágy mellől tudják az adatot továbbítani a rendszerbe, illetve ebben a hálózatban található még az aktív eszközöket szabályzó szerver.
piros nyíllal jelöltem azokat a kapcsolatokat, hogy melyik eszköz milyen szerverrel tud kapcsolatot tartani. Az első szerver, ami Neumann projekt felirattal látható, ez a műtéti leíró program, alatta található a HIS rendszer, majd a kép archiváló és továbbító rendszer, illetve a vitális paraméterek mérésére alkalmas eszközöknek a szervere. A projektben ezek a ilyen és ehhez hasonló típusú eszközök lettek beszerezve. Bal oldalt látható ez a vitális paramétereket mérő eszköz, jobb oldalt pedig az ágy melletti munkát támogató, kimondottan egészségügyi célra kifejlesztett táblagép. Nézzük meg, hogy milyen projekt célok voltak a vonalkód használatával kapcsolatban. Ezt a következő két dián fogom bemutatni. Projekt célok között szerepelt, hogy a fekvőbetegek karszalagján szereplő vonalkódok alapján a beteg kórházon belüli mozgása követhető legyen. A betegfelvétel, az áthelyezés, a távoztatás, a műtéti érkeztetés és a diagnosztikus munkahelyeken való megérkezés, illetve az ott történő munkavégzés. Vonalkódos betegazonosítás megvalósítására törekedtünk mind az osztályokon, mind a nővérpultokon. Tehát a nővérpultra való érkezés, onnan áthelyezés mind-mind vonalkódon történik, illetve a megsérült karszalagok a vonalkódon, a nővérpultokon kinyomtathatók. A felhasznált anyagok és vérkészítmények adatainak gyors és hibamentes adatbevitelére vonalkódos eszközöket telepítettünk a nővérpultokra, tehát sűrűn előfordul, hogy a műtét után még vérkészítményt kell a betegnek adni. Ebben az esetben a nővérpulton lehetőség van a vérkészítményen található vonalkódok hibamentes bevitelére. Nagy örömünkre szolgált, hogy a rendszerben tudtunk vezeték nélküli vonalkódeszközöket használni, ami nagy mértékben segítette a korrekt munkavégzést és a korlátlan munkavégzést, tehát nem voltunk egy vezetékhez kötve. Ezáltal javítani kívántuk a betegek ellátásmenedzsmentjét, és egy wifi hálózatot szintén azért alakítottunk ki, hogy az adatátvitel szabadsága növelhető legyen. Említettem, hogy a wifi hálózaton keresztül bevitt adatok mindegyike a HIS rendszerbe kerül továbbításra, és a HIS rendszer adatbázisában mezőszinten tárolt adatok innentől kezdve közvetlenül a beteg dokumentáció részét képezhetik. A wifi hálózatot említettem, ez nagy mértékben segíti a képtároló rendszer és a klinikai rendszer közös együttműködését. A beteg ágy melletti azonosítást azon táblagépek segítségével tudjuk megvalósítani, amit az előző ábrán bemutattam. És itt az utolsó sorban szintén a vérkészítmények felhasználására utalok. Ez egy nagyon drága, a vérkészítmények nagyon drága termékek, tehát ezeknek a pontos és naprakész vezetése, ez nagyon fontos volt, ezért egy transfúziológiai labor munkahely került kialakításra, ahol központilag rendelik és tárolják a vérkészítményeket. A következő ábrán azok a karszalagok láthatók, amiket mi legyártottunk. A fehér hosszú az a felnőttek számára készült, mint látható a hagyományos és kétdimenziós vonalkód is található rajta. A középső kettő az a gyerekeknek. Itt úgy gondoltuk, hogy a színeket használjuk, mert a gyerekek bizonyára értékelik, hogy a fiúk és a lányok más színű karszalagot kaptak, illetve mivel csecsemők, néhány napos csecsemők is vannak az intézetben, ezért erre egy kimondottan csecsemő méretű karszalagot is készítettünk.
Beszéljünk néhány szót arról, hogy milyen betegazonosítások lépnek föl az egészségügyben. Ugye a legalapvetőbb azonosítása személyes adatok alapján történő azonosítás, név, születési dátum, anyja neve, stb. Azonosítani tudunk vonalkódos karszalag alapján, azonosítani tudunk központi betegazonosító, ambuláns naplósorszám alapján, fekvőbeteg eset azonosító alapján, vonalkódos kérés azonosító, ez lehet diagnosztikai kérés vagy laborkérés azonosító, azonosítani tudunk lelet azonosító alapján, és vizsgálat és beavatkozás kérő lap alapján. Ezek az azonosítók mindegyike számszerűen és vonalkóddal is előállítható a rendszerből. Próbáljuk összefoglalni, hogy milyen előnyök és bevezetési tapasztalatokat szereztünk a bevezetés során. Ugye ezt említettem, hogy a fejlesztést mind a klinikai rendszernél, mind a gazdasági rendszernél úgy kellett elvégezni, hogy az új eljárások és az új képernyők ne zavarják a többi kórház eddig megszokott napi rutinját és munkamódszerét. Az egy nagyon nagy előny, hogy a vonalkódok bevezetésével nullára lehetett az adatbevitelnek a hiba százalékát csökkenteni. Az adatrögzítés, illetve az adatrögzítők leterheltsége 30-40 százalékkal csökkent, ezáltal a felszabaduló munkaidőben más raktározási tevékenységeket tudnak ellátni. Nagyon örültünk a vezeték nélküli technikának a bevezetésének, de valóban őszintén itt is többször szoftverfejlesztési munkálatokat kellett végezni, mert helyből a rendszerek nem ismerték a vezeték nélküli eszközöket. Ezáltal a felhasználók előbb jutnak hozzá számukra fontos anyagokhoz, eszközökhöz. Az online felhasználó helyen történő rögzítés pedig még pontosabbá tette a nyilvántartásunkat. A globális kereskedelmi áruazonosító számok kódjának többszintű kezelésre a gazdasági rendszerben megoldásra került. És nem utolsó sorban a nálunk elkészült fejlesztések alapján már más kórházban is használhatóvá válik a kifejlesztett szoftver. Két diát készítettem a projektmenedzsmentről. Azt tudjuk, hogy a projektmenedzsment szintjén ütközik minden. Tehát a projektvezetőnek nagyon fontos, hogy tisztában legyen a folyamatoknak a naprakészségével. Ugyanis a végrehajtás során nem csak alvállalkozók, hanem alvállalkozók alvállalkozóit is kell menedzselni, hogy a határidők véletlenül sem csúszanak el. A különböző uniós projektek elszámolásával kapcsolatban nem egyszerűk a formai tartalmi szabályok. Ezeket előre érdemes tisztázni, mert utólag nagyon nehéz ezeket a dokumentumokat újra előállítani. Nagyon nehéz az uniós projekteknek a fényképezési szabályainak is megfelelni, ugye kibontatlan állapotban, felszerelt állapotban, illetve maguk az oktatásokat is fényképekkel kell dokumentálni. Ha ezek a beüzemelés időpontjában nem történnek meg, ezeket szintén nagyon nehéz megoldani, vagy például egy menyezetre szerelt eszköznek a fotózását úgy kell tudni megoldani, hogy alulról látható legyen a rajta föltüntetett azonosító. Többszintű projekt értekezeteket tartottunk, tehát igyekeztünk azt megoldani, hogy mindenki csak az ő szakmai moduljára legyen hivatalos. Külön problémát okozott a külföldi partnerek jelenléte a projektben. Hát itt egyrészt az időeltolódásokat kellett figyelembe venni, a nyelvi nehézségeket, illetve szabványtól eltérő megoldásokat, tehát Amerikában más szabványokat igyekeznek ezekre a kapcsolatokra használni, mint az Unióban.
Alkalmazkodni kellett kórház lévén az egészségügyi környezethez, nem lehetett a fúrást bármikor elvégezni, nem lehetett a magas sterilitású helyekre bármikor bemenni, ezt külön szervezést igényelt. A bevezetés közben több esetben előfordult, hogy az eredeti legmegajánlott termék, mikor a megvásárlásra került volna, már nem lehetett a piacon kapni, tehát termékváltásra is számítani kell a projektbevezetés során, illetve azzal is szembesültünk, hogy azok a szakemberek, akikkel már mindent megbeszéltünk, és mindent egyértelműen egyformán gondoltunk, azok mind a pályázatírás, mind a megvalósítás közben fölmondtak és otthagyták a munkahelyet. Néhány szót mondanék a közeljövőben megvalósuló projektekről. Egy ágazati szintű betegágy melletti munkát támogató rendszer jelenleg most van bevezetés alatt. Jelenleg van bevezetés alatt egy járóbeteg irányítási rendszer, támogató rendszer, nagy mennyiségű karszalagolvasó és vonalkódolvasó és adatgyűjtő berendezés kerül a napokban telepítésre a magyarországi kórházakban. Szeretnénk, ha előbb-utóbb a karszalagokra nem csak a központilag meghatározott adatok, hanem az intézet saját döntése alapján is kerülhetnének információk. Szintén kialakítás alatt van egy radiológiai tárdiagnosztikai program, ahol szintén elképzelhetetlen a megoldás karszalag azonosító nélkül. Szeretnénk, ha az intézeti munkafolyamatok auditjába a biztonságos betegazonosítás hatásfoka növekedne, ezt ha más nem, a GDPR is mindenképpen elvárja tőlünk, hogy erre nagy hangsúlyt fektessünk. A projektnek egy korábbi szakaszának a dokumentációja a GS1-nek a referencia bukjában megtalálható, valakit érdekel, az előadásban megadtuk a linket, onnan le lehet tölteni, el lehet olvasni. És végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy a választás a miénk, mi döntjük el, hogy használjuk-e a vonalkódokat, de mi úgy gondoljuk, hogy érdemes és kell használni, mert nagyon sokat segítenek a mindennapi munkában. Köszönöm a figyelmüket, amennyiben kérdés merülne föl, szívesen állok rendelkezésre, akár írásban, akár szóban. Köszönöm a figyelmet. Okay, thanks a lot, István, and congratulations for this great and really comprehensive presentation, and also with very nice and creative barcodes on it. I hope this will inspire other colleagues in other hospitals around the world. And now we will open the floor for questions, which, as I said initially, can be asked in English and also in Hungarian. So we thank you for in advance for the patient, all that the translation may take some times. Should not be enough time to ask the speaker all the questions today. We will try to do it after the webinar and come back to you with the answers as soon as possible. So let us start with the first question coming from our colleague Katharina from GS1 Germany. This is a quite interesting question, and this is: how does the clinical staff handle two barcodes? Do they know which one to scan or which should be scanned? Na, Katarínától a kérdés úgy hangzik, hogy a klinikai munkatársak hogyan kezelik, hogyha két vonalkód található. Azt gondolom, hogy itt a termékre is értheti, meg a karszalagra is. Honnan tudják, hogy melyiket kell szkennelni? A karszalagon lévő vonalkód, az mind a kettő azonos. Szándékosan tettük rá mind a kettőt, hogy könnyebb egy kis kézen, sokkal könnyebb egy kétdimenziós vonalkódot elolvasni.
A terméknél pedig azonnal ellenőrzésre kerül a gazdasági rendszerben, hogy megtalálható-e, és ha nem, akkor jelzi azonnal a rendszer, hogy rossz kódot próbál a felhasználó olvasni. Okay, so the answer is that we don't know if you meant the wristbands or the product, but István answered both. So on the wristbands, you can find in both barcodes the same information, so the same GSRN. So it is up to the clinical staff which they use. For babies, for example, they use a 2D code because of the wrist, it's easier to scan. And for products, the hospital staff mainly knows which barcode to read, but if they scan the wrong barcode, then the economic system shows them an information that this ID is not found in the system, and then they try the other code. So it's built into the economic system that it send you an information that the ID is not found, and then they try the other one. Okay, thank you, Christine and István. There is a second question, maybe it's more for you, Christine, than for István, but the question is this system implemented nationwide in Hungary? A kérdés, hogy Magyarország szerte bevezetésre került-e ez a rendszer. De alapvetően ez nálatok egy egyedi megoldás. A gazdasági rendszerbe történt módosítások kapcsán tulajdonképpen országos szinten rendelkezésre áll ez a lehetőség minden kórház részére. Ahogy mi a klinikai rendszert összeállítottuk, az azt gondolom kórház függő, de minden tipikus elem megtalálható, ami a magyar kórházakban előfordul. So you have to know that in Hungarian, the economic system in hospitals, in the state-owned hospitals, is mainly the same. So the developments in the economic system are reachable for every state-owned hospital. So it means they could use it if they want. But the developments on the clinical system were specially made for this hospital, but also other clinical hospitals have similar modules which they could use. So it could be used Hungary-wide, but it's not used yet. But we try to make promotion for it that also other hospitals use this very good solution. Thank you, Christine. Nevertheless, this is a great advantage that you have. So how long did the project last? Milyen hosszú volt a projektetek? Hát, ha a közbeszerzési eljárást is beleszámoljuk, körülbelül egy év. So if we also look from the procurement process, so we start there, then it was 1 year, approximately. Okay. Next question is, how did the users accept the scanners or RF terminals, and what kind of terminals are you using? Okay, az a kérdés, hogy a felhasználók hogyan fogadták a szkennereket, illetve az RF terminálokat, itt lehet, hogy az RFID-ra gondol. Do you think they mean here RFID terminals? It could be. Because they don't use RFID, they used scanners, de akkor az a kérdés, hogy hogyan fogadták a kollégák a szkennereket. Mindenki jó fogadta. Hát leginkább a raktárosok örültek, mert tényleg hibázás nélkül tudták nagyon gyorsan bevinni az adatokat. Leltározásnál, anyagkiadásnál, vezeték nélküli eszközök sokat segítettek, és természetesen a műtőben dolgozók is örömmel fogadták, mert a frissen megérkező anyagok szinte perceken belül hozzájuk tudtak kerülni. So the people were happy about the scanners, first of all in the warehouse, because it helped them a lot in their work, and they could capture the information from the barcode very, very fast and without error. But also people in the surgery theaters were very happy about it, because if
medical devices, materials arrived in the hospital, then they could get it very, very fast because they could put it into the system very fast, so it would be brought to the operation if needed. So everyone was very happy, and it was a positive acceptation of the staff. Yeah, human resilience to change always seems to be a concern for everyone when starting this kind of project. So I'm happy that this has been accepted so quickly. So next question is there any plans for you to use GLNs? Mm-hmm. So van tervetek, hogy GLN helyazonosító számot használjatok a jövőbeni projekteknél, fizikai helyazonosítót? Egyelőre nincs tervben. Én azt gondolom, hogy kicsi a kórház, tehát egyelőre nekünk erre nincs szükségünk. He said not yet. He thinks the hospital is not that big, so now they don't need it for their processes. Okay, then we have another maybe more complicated question to answer, but were the financial savings related? Tehát a nagy érték, tehát a nagy értékű eszközöknél például, hogy melyik osztályon találhatók ezek a nagy értékű eszközök? A lehetári. Igen. Okay, so, but they are thinking about expensive assets that they could use it with the GII and the GLN together, which asset or medical devices are found where in the hospital. So they are not thinking for use it for everything, but for example, for expensive products, it can be assets which are owned by the hospital that they will use it in the future. That's great. Thank you, Christine. So next question for István, were the financial savings related to the implementation of the barcodes? And if yes, where? Az a kérdés, hogy volt-e anyagi megtakarításotok a vonalkódok implementációjával, és ha igen, akkor hol tudtatok ott megtakarítani költséget? Én azt gondolom, hogy a projektnek nem az volt a célja, hogy anyagiakat megtakarítsunk, inkább szerintem a hibamentes adatrögzítés és a munka gyorsítása volt a projektnek a célja. Mivel ez egy központi projektből történt a megvalósítás, hát maga már a megvalósulás egy siker tulajdonképpen, mert nem az intézet költségét terhelte, hanem egy pályázati pénzből sikerült ezt megvalósítani. Uh-huh. So it was not the plan to make financial savings. The plan was to make processes without errors, so make it error-free and to make the processes more faster. And they reached it, and it was a very big success. And also the other one was the project was not financed by the hospital itself, it was financed by the EU, and István also talked about in his presentation what were the difficulties with this EU project and that it was financed by the EU. So it was not their cost to implement these developments. So they didn't measure if they had now cost savings, but I think we can say that they saved a lot of time and money because they don't have errors, and the staff don't need that much time for capture the data from the products. Még azt tettem hozzá, hogy lehet, hogy nem mértétek ugyanaz előnyöket, de idő megtakarításotok az bőven volt. 30-40%. Mert ugye nem volt, mert hibamentes volt, illetve ugye egy felgyorsította a folyamatot. And he says that they saved 30-40% of the time of the people who are doing this data capture. So they didn't measure it in money, but in time. Which is also money as well. It's just a great benefit, of course. Thank you. So next question, I apologize, I cannot read Hungarian. So maybe it's for you, Christine, to help us.
Yeah, the question is the MedWorx system, it's a hospital information system. So it's the clinical system of the hospital. And the question was about if this development also for other hospitals is usable. So as like for the economic system. So az a kérdés, hogy a MedWorx rendszerbe végrehajtott fejlesztések más kórház számára is elérhetőek lesznek. MedWorx-ot kérdez, ti MedWorx-ot használunk. Tehát mi MedWorx-ot használunk. Én csak azt tudom mondani, hogy a gazdasági rendszer fejlesztések, illetve a megoldásszállítóknak az illesztési megoldásai, azok természetesen elérhetők lesznek. De ami a klinikai rendszerbe történt fejlesztés, az egyedi... Az a Metzol felhasználók részére elérhető, én úgy gondolom. So he corrected that they don't use MedWorx, they use the Metzol system, and the developments were made in the economic system, which is the other one, are reachable for every hospital, but he also thinks that the solution provider they did a lot of developments on interfaces, and this should be also reachable for other hospitals. And he also thinks that all the users of the Metzol could reach the developments which were made in their hospitals. És még egy dolog, a műtéti leíró programot szerintem 21 kórház használja, tehát az ő részükre is elérhető a GS1-es kódoknak a használata, illetve a gazdasági rendszerrel történő online kommunikáció. And as you have seen in the presentation, they use the surgical description, so where they collect all the data to the operations which were made on the patient and which medical devices, implants and materials were used. There they collect the information with the barcode, and 21 hospitals are using already this system, so that they can capture the data from the barcodes for this surgical descriptor, and also the other solutions which are connected to this are reachable for other hospitals, and they could also use by scanning the barcodes this automated information. So they could scan the GS1 barcodes and so put in a very fast way the information into their surgical descriptor. So they don't have to enter the information manually, which product was used, with which lot number, which expiry date and serial number and so on. Thank you. Now we have a couple of questions. Regarding the patient identification and the wristband, one question say, is every single armbar, which I imagine it's wristband, is unique? I mean, one patient get always the same barcode, or every time if a new barcode printed, then the last one will be outdated. For example, the original armbar is damaged. Az a kérdésük, hogy a beteg karszalag esetében a beteg azonosító egyedi, szóval azt jelenti, hogy minden egyes alkalommal új azonosítót kap a beteg, vagy fixen egy azonosítót kap, bárhányszor jön vissza, illetve ugye, hogyha megrongálódik a karszalag, akkor is új azonosítót kap-e, vagy az előzőt kapja vissza. Egy bentfekvés során egy vonalkó, vagy egy azonosítóra törekszünk. De a klinikai rendszer föl van arra készítve, hogy több egyedi azonosítót is rendeljünk a beteghez. Minden karszalagnak van egy kezdetime és egy végdátuma, illetve a úgynevezett másodlagos azonosítóként bármelyik berögzített vonalkód alapján tudja a beteget azonosítani. Tehát egy bentfekvés, egy vonalkód általában. So you have to know that in this hospital the patients are inpatients. So the hospital tries that one patient has for one
process when they are in the hospital. So when they have, for example, an operation, then they are, for example, 1 week in the hospital, that for this 1 week, the patient has one ID. And but if the patient comes back later on, later, 1 month later, or I don't know, then the patient gets a new ID. So for that, the patient has different IDs, but for one process, for one patient care, the same. Also, when it's damaged, then they print it new, and every ID, so GSRN, has a starting and an end date. So they can also say that now this ID is outdated, and then the patient gets the new ID. And later on, it doesn't matter which ID you scan from the patient, everyone goes to this patient. So the system knows that this patient had in the past this or that GSRN numbers. Okay. Thank you. We continue with the ID of patients. And the question is maybe just, do you plan to use only 2D barcodes on the patient wristbands in the future? Az a kérdés, hogy a jövőben tervezitek-e, hogy csak a 2D-s kódokat használjátok a karszalagokon? A mostani, most bevezetésre kerülő betegágy melletti rendszerben csak kétdimenziós vonalkódok szerepelnek a karszalagon. Uh-huh. Ez egy ágazati projekt, tehát tulajdonképpen minden kórházban van egy ilyen törekvés Magyarországon. So as István also mentioned in his presentation, there is a sector-wide project for bedside scanning, which also includes the patient identifier and wristbands. And in this project, it's the plan that they only use 2D GS1 data matrix codes. So yes, in the future, there will be only GS1 data matrix codes with GSRN. Írtunk egy olyan javaslattal, hogy több vonalkód is szerepeljen. Mondjuk az elsőn szerepeljen a páciens azonosítók, a másodikon az elhelyezés, a harmadikon pedig a kritikus adatok. Az elhelyezés alatt mit értesz, hogy melyik épület, melyik emelet, melyik szobában, szóval melyik egy hely azonosító. Igen, igen. So they recommended for the project that there should be more than one data carriers on the wristband. In the first one, the patient ID. In the second one, location number, which includes where the patient is in which room, in which building of the hospital. And in the third one, the critical data of the patient. But allergy, for example. But as we know, there will be only the patient identifier now. In this project, we will see what will happen in the next months. Thank you, Christine. And we have time for just maybe the last question, a recap question. What was the biggest lesson learned during this project, in István's opinion? Mi volt a legnagyobb tanulságod a projekt során? Talán az, hogy a rendszerben résztvevő szakértő cégek elvileg tisztában voltak a szabványokkal, de amikor ezt meg kellett valósítani, akkor mindig belefutottunk valamilyen bugba, és hát a GS1 segítségével tudtuk ezt sokszor kikorrigálni, hogy ez jól működjön. Tehát a szabványosság, illetve a szabványhasználat, tehát a szabványismeret meg a szabvány megfelelő programozása az nem mindig sikerült. De a végére megoldott. Végére megoldottuk. So when they did their project, then there were a lot of solution providers which work together. For example, the economic system solution provider, the HIS, the hospital information system solution provider, and so on, or for the hardware, the scanners, the solution providers. So they said that they know GS1 standards, but that doesn't mean that they also can develop everything like
it has to be worked with standards. So they had a lot of bugs because they didn't develop the systems in the right way and it couldn't handle the GS1 standards. But with the help of GS1 Hungary, they could solve these problems. And in the end, everything works. But this was a big learning that also when solution providers say they know GS1 standards, it doesn't mean in practical that they can use them in the right way. Okay, we don't have, unfortunately, time has run out. If there is one more question, I will try to address it after this webinar and come back to you. So I would like to thank István for sharing your invaluable experience and knowledge with all of us today, and also for enlightening us on how to close this circle by use of UDI for the benefit of the patient as well. And and I would like to give a special big thank you to you, Christine, for your endless support and for bringing this project to a global audience, which I think is not easy in a different language. And of course, to all of you for your attendance. And last but not least today, I would like to announce the date of the next webinar that will take place on March the 16th, same time. So please book it in your diaries. Again, thanks a lot, István. Thanks a lot, Christine. And thank you and good afternoon. Thank you for the opportunity that we could share with you this great case study. És köszönjük szépen, István, hogy megtartottad az előadást, és megosztottad mindenkivel ezt az információt. Köszönöm a lehetőséget. So thanks for the opportunity. Thank you. Good evening.